A háború kitörését követően új szolgálatot vállalt a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése civil szervezet. 2017-es megalakulásukat követően a nagyszőlősi, majd később a munkácsi kórházban hagyott gyermekeket gondozták a kegyes munkatársai. Most azonban a kárpátalján mély szegénységben élő árva, félárva gyermekek mellett a vidékünkre érkező menekült csöpségeket és családjaikat is támogatják. A belföldi települtek. ...nek igény szerint adnak át élelmiszert, táplálékkiegészítőket, gyógyszereket, ruhaneműt tartalmazó segélycsomagokat. koronavírus alatt a kegyes babacsomagot indítottuk el, amikor mély szegénységben élő családok gyerekeit tudtuk támogatni, és ahogy kitört a háború, akkor azt gondoltuk, hogy kiszélesítjük ezt a csomagot, és elnevezzük kegyes SOS csomagnak, ugyanis a, a segítség, hogy gyorsan érkezik, az a, az a legjobb segítség. És mi ugyanúgy egy űrlapot használunk ennek a feltárására, hogy hol lenne szükség. Csomagra ajánlók vannak, tehát hiteles információkat kapunk, de annyiban különbözik talán más segélyezéstől, hogy itt személyre szóló csomagokat állítunk össze. Ez egy kicsit több idő, amíg személyre szólóan elkészítünk csomagot, de nagyobb hatékonysággal tudunk segíteni, hiszen nincsenek benne fölösleges cuccok, és szinte százszázalékosan felhasználják ezeket a csomagokat. Azok kaphatják, akik menekültek, és olyan helyen vannak elszállásolva, amit vagy maguk fizetnek, vagy ingyen adnak nekik és így az űrlapot kitöltve személyre szólóan akár a felnőtt tagoknak, mint a gyerekeknek is próbálunk összeállítani segítséget. Marina két gyermekével és édesanyjával érkezett Beregrákosra, ahol egy három éve üresen álló házat bocsátottak a rendelkezésükre. Az édesanya nagyon hálás a sok segítségért, amelyet a kárpátaljai emberektől kap. A Kijev megyei Obuhiv városból érkeztünk. Ott már az első naptól kezdve vadászgépek repkedtek felettünk, bombáztak, és a közvetlen környezetünkben is voltak becsapódások. Rettegtünk. Először tíz napig a házunk pincéjében bújtunk el. Utána úgy döntöttünk, hogy elutazunk. Az autónk tele volt gyerekekkel, mert a sógornőm is velünk utazott. Útközben kisodródtunk, majdnem karamboloztunk. Közel hat napig tartott az idevezető útunk. Útközben megálltunk pár helyen. Mindenütt befogadtak bennünket az emberek. Hideg volt, a gyermekek féltek, nem tudtunk aludni. Végül ideértünk, és nagyon hálásak vagyunk, hogy befogadtak bennünket. Mindennel elláttak, beleértve a gyógyszereket is. A gyerekek közül többen megfáztak, lázasak voltak, volt amelyiknek a foga kezdett fájni. Itt mindent megkaptunk, amire szükségünk volt, ruhát, higiéniai eszközöket és élelmet is. Befogadtak bennünket és elláttak mindennel, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ez egy műjék, hogy egy szetotéotócsét, nasz. Tehát, a kegyes SOS csomagok igényléséhez szükséges űrlap a szervezet Facebook oldaláról tölthető le.